Hogyan és mikor kerültél először kapcsolatba a buddhizmussal? Elég régen, 94-95-ben indult el az útkeresés, amikor így a harcművészetekkel, természetes életmóddal, gyógymódokkal kapcsolatba kerültem. És igazából ez volt az, ami úgy elindított ez irányba. És akkor találtam ezt a ösvényt, nevezzük úgy, ami ugye a Buddha általi útmutatásokra épül. De így valaki ajánlotta neked? Vagy ez így kapcsolódott alapvetően a harcművészethez és adta magát? Alapvetően hogy... nem adottam, hogy kapcsolódik, bizonyos tradicionális stílusokban eléggé összekapcsolódnak ezek a dolgok, de maga az, hogy a relaxáció, meditáció az kapcsolódik bizonyos részben hozzá, csupán ennyi volt, igazából ugye a saját kis útkeresésem vitt oda, hogy ez lesz az az út, ami talán segít, meg segített is sok mindenben. Hát volt egy-két olyan keményebb félelem az életemben, amitől talán ezáltal sikerült megszabadulni. És ez egyébként hogy nyilvánul meg a mindennapokban? Tehát ez abszolút csak gondolkodásmód, vagy vannak valami rituálék, amit... A rituálé az ki melyik elget gyakorolja a buddhizmusnak, és ugye elég sok szentek az iskolája van, de az alaptételek azok ugyanazok mindenhol. Gondolkodásban leginkább, tehát napjainkban az, hogy tudati szinten oda jussunk, hogy ezt a többi emberrel való kapcsolatban is használni tudjuk. Uh-huh. Tehát, hogy igazából ez mindenkinek hasznos lehetne, hogyha valamilyen szinten... A legnagyobb haszna abban rejlik, hogyha megismerik a buddhizmus tanítását, mindenféle hovatartozástól, vagy vallástól függetlenül is ezt mindig hangsúlyozzák akár tanításokon, vagy összejöveteleken, hogy ez a nyelva vében nem egy vallás, hanem egy filozófiai út. És a legnagyobb értéke szerintem abban rejlik, hogy a Buddha egy élő ember volt, mint ahogy mi is, elérte azt a szintet, amit megszabadulásnak nevezünk, és megadott egy olyan követhető utat, ami által a szenvedésektől szabadult az ember. Ez a szenvedés, ez a vágyainkból, a ragaszkodásainkból adódik, tehát bármilyen szinten, akár a betegség, akár lelki mindennapi gondok, ha visszavezetjük, ez mind onnan, ebből az egy gondból indul ki. Uh-huh. De hogy alapvetően akkor a szenvedés az nem egy rossz, vagyis a rossz dolgok nem rosszak, csak ez most már beszélgetésen kívül, de ezért ezt megkérdezem. Tehát, hogy nem ez az amerikai stílusú, minden happy és tökéletes, hanem hogy azért, ami rossz történik, az is, annak is oka van, és... Tehát nem azt mondja, hogy akkor fú, az olyan, olyan nincs is. Világunkban jó vagy rossz, fáj-e nekünk vagy másoknak, vagy egy kellemes érzés, az egy másik része. De itt ezt a rosszat is idézőjelbetett kéne használni, hiszen cselekedet, amit teszünk, vagy az az adott állapotunknak megfelelő válasz. Tehát itt nem az van, hogy rosszat csinálok, és majd egy nagy erő engem megbüntet ezért, és ezért szeretnek, hanem ez egy tanítás, egy folyamat. Az úton ezáltal haladsz.